Majtényi László vendégem, jó estét kívánok! Kezdet csak. De hát olyan sok minden máshol meg lehet. Hát most a lakott területen kívül nem, autópálya mellett 100 méterre nem, villanyoszlopon lakott területen kívül nem, de hát lakott területen meg akár a plafonon is. Meg közút fölött sem. Ja, hát a közútakról, autópályákról beszélünk. Hát azt mondhatom, hogy ezt azért nem gondoltam volna. Tehát ugye már annyi mindent láttunk, annyi törvény jelent meg, amelyek mind a választások tisztaságát érintették, és ugye majd áprilisban valahogy bizonyítani kell azt is, hogy fair választás zajlott Magyarországon. Ugye az az érdekes, hogy ezt egy ilyen nagyon hosszú sorba lehet beleilleszteni, és annak is a legvégén van, és nem akarom vagy nézőket untatni a választókerületek átrajzolásától az egyfordulós választásig, a média szabályok megváltoznak. A kétszeresen alkotmányellenes, ugye ha már a reklámoknál tartunk, a politikai reklámoknál, a kétszer alkotmányellenes szabályozásig, hiszen az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a média reklámok, politikai reklámok korlátozását, ezek után beírták a negyedik módosítással az alaptörvénybe, ezek után a Velencei Bizottság majd az európai szervek tovább bírálták ezt, ezek után pedig ugye létrejött egy olyan szabályozás, amelyiknek az eredménye az, hogy fizetett reklámot, politikai reklámot nem lehet elhelyezni. Tehát, aki nem emlékezne rá, tehát az alapkoncepció úgy volt, hogy a kereskedelmi médiumokban nem lehetnek fizetett politikai hirdetések. És akkor ennek lett a végeredménye, hogy akkor lehetnek politikai hirdetések, de ingyenesen. Na erre meg aztán tényleg, tehát rá szoktak repülni a kereskedelmi médiumok. Hadd adjuk oda a reklámidőnket a politikának ingyen bérmentve, mert abból mi aztán nagyon jól fogunk élni, hogyha reklámidőt ingyen adjuk bárkinek. Most ugye van egy alap. Kérdés. Az alapkérdés az, hogy minden civilizált országban, eddig Magyarország is ezek közé tartozott, a választási kampány idején a jelölő szervezetek, a pártok a kommunikáció terén és a önmaguk hirdetése tekintetében sokkal többet engedhettek meg, mint egyébként. És itt például ugye magának a választási törvénynek, amelyik egy 2013-as törvény, ezt még hozzá kell tennem, nagyon-nagyon szűk korlátok között nagyon nagy szabadságot adott a jelölő szervezeteknek, a pártoknak, hogy politikai posztereket, különböző jelzéseket, feliratokat elhelyezzenek, amelyel saját magukat reklámozzák, és itt pedig most megtörtént az, hogy a választási kampány idején sokkal kevesebbet tehetnek meg, mint amit egyébként megtehetnek. Mindezt egy kormányrendelet írja elő. A kormányrendelet, amelyik politikai szabadságokat korlátoz, a politikai beszéd, a politikai szólásszabadság korlátozását jelenti, ez a rendelet egy közutakról szóló 1988-as törvény felhatalmazása alapján született meg, tehát önmagában egyébként, ha törvényben lenne, akkor is alkotmányellenes lenne, itt van egy formai alkotmányellenesség is, hogy egy kormányrendelet, mondom, egy közutakról szóló törvényi felhatalmazás alapján alkotmányos alapjogokat korlátoz. Ilyen, azt mondom, hogy ilyen már tényleg. Nincs. Biztos látta a Századvégnek az MTI-hez eljuttatott közleményét, ami gyakorlatilag válasz a TASZ, a Helsinki Bizottság és az Ötös Károly. Nem látta intézetnek a mai közleményére, amiről most beszélgetünk. A Századvég intézet pedig azt hozta nyilvánosságra, hogy az eddigi szabályozás értelmében is tiltott volt választási plakátokat elhelyezni a közutak mentén. A héten életbe lépett kormányrendelet csak pontosította a korábbi szabályozást ezt. Mert hogy ezek alkalmasak lehetnek a közlekedők figyelmének elterelésére, vagy a közlekedés biztonságot is veszélyeztetik, már általában a reklámok, és ebbe a pakliba ez is fel. Hát ez most ezzel tényleg nagyon meglepett, mert az alkotmányokban közismerten rendkívül felkészült, és hát ugye abszolút független Századvég ezzel előjön, azt kell mondjam, hogy legalábbis téved, ugyanis eddig a választási eljárásról szóló törvény ezt kifejezetten lehetővé tette, mert egy olyan szabályozási koncepciót tartalmazott, amelyik meghatározta, hogy hol nem lehet választási hirdetést kitenni, középületek falán, olyan, ott mondjuk a
közintézménynek az engedélye esetén, illetőleg olyan épületekben, amelyekben közhatalmi szervek működnek. Tehát ezek nagyon-nagyon szűk korlátok voltak, és valójában egy rendelettel, egy alkotmányos jogot, amely törvény garantált, ezt az illetve több alkotmányos jogot is természetesen, mert itt ugye a szólásszabadságról és a tágabb értelemben vett információszabadságról, tehát az információkhoz való hozzáférés jogáról, tehát a tájékozódási, ezek alapjogok. Tehát mondjuk ki, hogy a század végét most tévedett, még az elég vastagon. Hát a 2011-ben hatályba lépett szabályozásra hivatkozik Orbán Balázs, a századék kutatási igazgatója, ez az, ami a közlekedés biztonságot veszélyezteti, eltereli a közlekedők figyelmét. És kérdezem, meglát egy akkora fejed, mint ez a plazma itt, tehát rámosolyog, vezeti az autóját. És kétszer csak ilyen közel, hogy rámosolyog magára az egyik politikus, hát lehet, hogy elkapja a kormányt. Tehát erre mondjuk nem a kormány, nem, mert a kormány politikus. Elkapom a féket. Igen, meg az ellensúlyokat. Igen, meg az ellensúlyokat. Ez tehát egy csupa közlekedési szakszó, igen. Igen, tehát erre mondjuk két dolgot lehet mondani. Ugye egyik közismert, hogy az eddigi választási kampányok idején a közúti baleseteknek a görbéje iszonyatosan ment az égbe, és ezt nyilván be is tudják bizonyítani, hogy ez a közlekedés biztonságát tényleg veszélyezteti. De van még egy nagyon érdekes körülmény, hogy az, amit kormánytájékoztatásnak neveznek, tehát azok a hatalmas poszterek, amelyek a rezsicsökkentés nagyszerűségéről szólnak, azok nyilván nem zavarják a közlekedőket, mert ezeket, ez szerint a szabályozás szerint, hogyha pontosan elolvassuk a szöveget, továbbra is ki lehet lógatni a közutak fölé, és a országutak és az autóutak 100 méteres körzetében ugyancsak elhelyezhető. Tehát nyilván annyira szelektív a autóvezetők figyelme, hogy a párt anyagok azok elvonják a figyelmeket, a rezsicsökkentés az pedig nem. Így hát látszik, kíván teljesen rezsicsökkentés. Valaki vezet, és oda néz, és azt mondja, hogy Erzsébet utalvány, rezsicsökkentés, és lehet, hogy még így jobban is összpontosít. Ez valószínűleg a közlekedés biztonságát kifejezetten javítja. Hát különösen halálják, hogy kapcsolt be a biztonsági évet. Tehát lehet ezt még fokozni, de további ötleteket nem adunk, csak számla ellenében. Igen. Köszönöm szépen. Még annyit hadd mondjak, hogy ezt az anyagot egyébként a Társaság a Szabadságjogok készítette elő, egyébként a három szervezetnek a közös szövege. Ezt el is mondtuk többször, igen. Igen, de mindig arról van szó, hogy ezek közül általában az alapszöveget az egyik készíti. Ezúttal az volt. És egy másikat meg behívunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt volt.